A jövő évtől 35 éves korig ingyenessé válik az első nyelvvizsga megszerzése, a támogatás a középfokú nyelvvizsgára, vagy az ezzel egyenértékű, emelt szintű idegen nyelvű érettségi vizsgára, valamint a felsőfokú nyelvvizsgára vonatkozik. Jobb nyelvtudást várunk, jobban felkészült hallgatókat, bár őszintén egy kicsit félünk attól is, hogy sokan csak meg fogják próbálni a nyelvvizsgát, és nem biztos, hogy olyan alaposan fognak rá felkészülni. Ezért is javasolnánk mindenkinek, aki ezt igénybe akarja venni, hogy mindenféleképpen jelentkezzen be egy ingyenesen vagy csekélytérítés ellenébe letehető próbanyelvvizsgára, keressen a neten anyagokat, amiben az írásbeli kompetenciáit felméri, tehát, hogy ne csak úgy elhasználja ezt a lehetőséget, hanem igazán hasznos legyen. Hatos Hajnalka hozzátette, az általános iskolai idegen nyelvi mérések rámutatnak arra, hogy a nyelvoktatáson sokat kell javítani. Nekünk középiskolai tanároknak a legnagyobb problémánk az, hogy nagyon nehéz az általános iskolára építeni, és a középiskolai és az általános iskolai oktatásban, tehát a közoktatásban körülbelül 1000 óra van egy nyelvnek a megtanulására, és a kimenet ugye az egy alapfok, az érettségi vizsgának a szintje egy alapfok, ami nem feltétlenül jelent tárgyalóképes nyelvtudást, tehát nagyon sok tennivaló van ezen a területen. Egy másik megoldás lehet a tanárok módszertani kultúrájának fejlesztése is, ezért a Győri Nyelviskolában közel 300 nyelvtanár részvételével módszertani hetet tartanak. Azt gondolom, hogy a 21. századi gyerekeket nem lehet 20. századi módszerekkel tanítani, nem lehet olyan módszerekkel tanítani, ahogy bennünket tanítottak a 70-es, 80-as években, tehát az idősebb nyelvtanár korosztályt. Nem feltétlenül kell a mobiltelefont száműzni a nyelvóráról, szerintem fantasztikus dolgokat lehet vele csinálni, és a gyerekeknek is tetszik. Tehát nyitottabbaknak kell lennünk, rugalmasabbaknak, élményeket kell a gyerekeknek közvetíteni azért, hogy a motiváció tartós legyen. Ebben a győri nyelviskolában évente 3000-en is végeznek valamilyen nyelvtanfolyamot. Országosan is ritkaság, hogy a régióban többen tanulnak németet, mint angolt, de az orosz, az olasz és a spanyol nyelv is egyre népszerűbb. 2020-tól már az egyetemi felvételi alapkövetelménye lesz az államilag elismert nyelvvizsga megléte.